A következő előadónk Sandy Váci a Codebreakers-től, és amiről szó lesz, az a vezetői döntéshozatal, méghozzá a HR aspektusból nézve. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A címe az a, ennek a nagyon rövid ízelítőnek az, hogy a viselkedés alapú közgazdaságtól a viselkedés alapú üzleti megoldásokig, illetve hogy mi a szerepe a HR-nek a stratégiai döntéshozatalban. A HR Festen vagyunk, ezt mindenki tudja, én pedig a Codebreakers nevű céget képviselem. A nevem az, Sandy Váci. Most megpróbálok még itt bocsánat, mert egy kicsit variáltam itt az előadása, és ezt a Codebreakers nevezetű céget, ezt nem olyan régen hoztuk létre egy kollégámmal, Anders Frigyessel, és az a lényege, hogy az úgynevezett viselkedés alapú kognitív tudományokon alapuló hozzáállást behozzuk az üzleti életbe. Na, ebből fogok egy nagyon rövid ízelítőt adni, mert ez a 18 perc, ez nem enged meg sok mást. Tehát, Codebreakers az egyik szereplő, és meg kell említenem a University of Oxfordot is, mert azért jött valami inspiráció onnan. Az a kép, amit bal oldalt látok, az vagyok én, a Sandy. Jobb oldalon látszik Figyes, a kollégám, akivel ezt a céget létrehoztuk, és most pedig megjelent Olivier Siboney, aki az Oxfordnak és a Párizsi Hack Egyetemnek egy professzora, és egy világhírű ilyen kognitív tudós. Ő stratégiát oktat, de a legutóbbi könyvébe, ami magyarul kb. Annyi a címe, hogy nem sokára valami baromi nagy hibát fog szejteni, és jövő tavasszal fog megjelenni a HVG gondozásába. Ebben hozta nyilvánosságra a tanulmányainak, a kutatásainak az eredményét, ami az, hogy vannak bizonyos beépített csapdák, vagy torzítások, amik a döntéshozatalt rossz útra viszik. Tehát az nem kell hülyének, vagy rossz indulatúnak lenni, hogy rossz döntést hozzunk, a lehető legjobb indulatú vezető, a lehető legokosabb vezető még mindig tud nagyon félrevezető döntéseket hozni. Na most amiről beszélni fogunk, hogy ez mit jelent, és mit jelent specifikusan a HR-es szakembereknek a különböző cégeknél. Tehát, kezdjük az elején. Az emberi agy. Minden itt kezdődik, be vagyunk kódolva. Akár hisszük, akár nem. Egy csomó minden dolgot automatikusan csinálunk, és ez úgy belénk van nyomtatva. Az agyunk legrégebbi része az úgynevezett hüllő agy, körülbelül 500 millió évvel alakult ki. Ebben vannak belekódolva az egyéni túléléshez szükséges dolgok. Tehát ezért van az például, hogyha nem figyelünk oda, akkor el fogunk hízni. Mert a túléléshez arra volt szükségünk, hogy többet együnk, mint amennyi elérhető, mert voltak időszakok, amikor nem volt semmi elérhető élelmiszer, ezért mindig kellett egy kis tartalék. Ma, amikor minden sarkon van egy McDonald's, ez már nem érvényes, viszont az agyunk nem volt hajlandó megváltozni. Tehát továbbra is azt mondja nekünk, hogy együnk többet. Tehát ez az első alapú kódolás, egyéni túlélés. A következő alapú kódolás az úgynevezett limbikus agyban van. Ez már egy ilyen fiatalabb képződmény, kb. 150 millió éve alakult ki. Ebben van belekódolva az, hogy kijöjjünk egymással. Tehát itt nem az egyéni túlélésről, hanem a csoportos túlélésről van szó. Ebben van belekódolva például az empátia, a különböző pszichológiai dolgok, az emocionális dolgok. És akkor jön a legújabb rész, ami az úgynevezett homloklebeny, ez a miokortex angolul, ami nagyon fiatal, kb. 2-3 millió évvel ezelőtt alakult ki. Ebben lakozik az úgynevezett öntudat. Tehát ez adja meg nekünk azt a lehetőséget, hogy gondolkodjunk, a jövőt elképzeljük, a múltból következtetéseket vonjunk le. De még erre is vannak hatások. Mivel amikor megszületünk, egy bizonyos környezetben, bizonyos kultúrában növünk fel, és állandóan reagálunk a környezetre, hát ez az agy is alkalmazkodni fog a környezethez, ezeket úgy hívjuk, hogy kulturális hatások, kulturális torzítások. Tehát vannak a fiziológiai, egyéni túlélési torzítások, vannak az emocionális, pszichológiai torzítások, a társaslét torzításai, és vannak a kulturális, környezeti torzítások.
így alakult ki az agy. Sokan azt mondják, hogy az agy az olyan, mint egy autó, amit három vezető próbál vezetni különböző irányokba. És természetesen, amikor ezek különböző irányokba szeretnek menni, akkor ebből problémák vannak, és ebből alakulnak ki különböző konfliktusok. Hogyha ezeket a torzításokat mind összerakjuk, a kódolásokat, a fiziológiai, pszichológiai, kulturális dolgokat, akkor kiátlagolva lesz belőlük egy úgynevezett kognitív szűrő, kognitív torzítás. Ez azt jelenti, hogy bármi, ami velünk történik, azt átszűrjük az agyunkon, és annak alapján reagálunk. Tehát tulajdonképpen nem a realitás alapján reagálunk, hanem annak alapján, amit mi realitásnak fogunk fel. Az úgynevezett viselkedés alapú, vagy behavioral economics, közgazdaságtan, amire legutóbb két Nobel-díjat is kiadtak, ezt ismerte föl, és a nagy meglátás az volt, hogy jé, az emberek azok emberek, nem gépek. Tehát az embereknél a döntéshozatalban belejátszik az, hogy hogy érzik magukat, és éppenséggel milyen kedvük van. Erre kiadtak két Nobel-díjat, ez nagyon szép és jó, de ez még csak azt jelenti, hogy meg tudjuk jósolni, hogy mi történik a jövőbe. Nekünk ez nem elég. Tehát a Codebreakers-nél mi azt csináltuk, hogy ezt az egészet tovább vittük egy-két lépéssel, hogy ha már meg tudjuk jósolni, hogy mi történik a jövőbe, akkor próbáljuk meg kitalálni, hogy milyen döntéseket kell hoznunk, hogy az történjen, amit mi szeretnénk. Na ezt hívjuk behavioral businessnek, illetve viselkedés alapú üzleti hozzáállásnak. Ha ezzel már tisztában vagyunk, hogy akkor ezek a kódolások hogy épülnek egymásra, és hogy alakult ki ez a sok kognitív szűrő, akkor beszéljünk egy kicsit ezekről a szűrőkről, mielőtt megnézzük, hogy ezek hogy működnek a döntéshozatalba. Az első dolog, amit tudni kell az, hogy ezek a szűrők nem az ördögtől valóak. Ezek nagyon-nagyon jók. Napi szinten mindenki 30-35 ezer döntést hoz. Ezeket a döntéseket nem lehetne tudatosan végigvinni. Tehát muszáj, hogy az agyunkban legyenek ilyen lerövidített, rövidre zárt úgynevezett shortcut utak, amikén keresztül a legtöbb döntés automatikusan meghozzuk. Különböző kutatások különböző százalékban határozzák ezt meg, 90-95 százaléka a döntéseknek automatikusan történik, ami nagyon jó, mert napi szinten 30-35 ezer döntést hozunk. Azt nem tudnánk túlélni, ha mindegyiket végig gondolnánk. Tehát ezek a kognitív szűrők, ezek nagyon jók, és ezek egyénre szabottak. De úgy egyénre szabottak, hogy tudjuk, hogy megvan egyénileg, és ahogy a kollégám, a Frici mondta, ez nem azt jelenti, hogy most irracionálisan, megjósolhatatlanul döntünk, hanem éppen azt jelenti, hogy mivel mindenkinek ennyire szabott, de ugyanolyan szisztéma szerint torzítja a döntését, ez egy úgynevezett megjósolható irracionalitást hoz be. Tehát egyénre szabott, de megjósolható. Viszont nem látjuk őket, és ha látjuk is őket, tulajdonképpen lehetetlen, hogy kiszűrjük őket. Na erre most hadd mondjak egy példát. Tételezzük fel, hogy van egy parti, amire eljön mondjuk 20-30 ember nálatok, elnézést, mindenkit letegezek, 20-30 ember eljön, és megkérdezitek tőlük, hogy te mit gondolsz, milyen vezető vagy? Nem úgy vezető, mint az üzletben, hanem mint sofőr. Mondjuk 0-tól 10-es skáláig hol állsz? 5 az átlagos vezetői képesség, sofőr képesség, 0 az nagyon rossz, 10 az szuper. Kérdezzétek meg, előre megmondom, mi lesz az eredmény. Én ezt eljátszottam többször is. Az eredmény az lesz, hogy visszajön az átlag 8. Ez természetesen lehetetlen. A nagy számok törvény alapján az átlagnak 5-nek kéne lenni. És akkor én azt mondom, hogy figyeljetek, barátaim, 5-nek kéne lenni az átlagnak, gondoljatok bele, lehetetlen, hogy 8 legyen az átlag. Gondoljatok végig még egyszer, milyen jó sofőrök vagytok? És még egyszer megkérdezem őket, most mit mondtok? És mi lesz az eredmény? 8. Tehát miután megmondtam nekik, hogy lehetetlen az, amit ők állítanak, miután megvilágítottam, hogy ez egy torzítás, még mindig nem bírják kiszűrni magukból. Ezt el lehet játszani, be fog jönni 8 az átlagszám. Tehát nem lehet kiszűrni egyéni szinten ezeket a torzításokat.
Két dolgot még azért megemlítenék, ugyanúgy nem lehet beazonosítani, hogy mi az atorzitás, ami a legfontosabb, mert ezek mind össze vannak kavarva. És a másik dolog az, hogy itt arról beszélünk, hogy okos emberek, jóindulatú emberek rossz döntéseket hoznak. El lehet képzelni azt, hogy valaki egy bűnöző, le akarja nyúlni a pénzt, és ezért hoz rossz döntést, vagy pedig már elnézést, valaki csak buta, nem tud jó döntést hozni. Nem ezekkel az emberekkel foglalkozunk. Mi olyan vezetőkkel foglalkozunk, akik okosak és becsületesek, és ezért akarnak jó döntést hozni, és mégis rossz döntést hoznak. Most a következő kérdés, hogy akkor miért kell ezzel foglalkozni? Mi ennek a lényeg, hogy jó, rossz döntést hoznak, és akkor mi történik? Na hát, ami történik, azt a McKinsey megnézte, több mint 1000 stratégiai döntést kianalizáltak, és megnézték, hogy mi milyen mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a döntés jó legyen, sikeres legyen, és a sikert úgy definiálták, hogy a profitabilitás, a bevétel, a hatékonyság, a piaci részesedés fölmenjen. Nagyon érdekes volt. 39%-ban attól függött, hogy milyen sikeres a döntés, hogy a cégnek milyen erőforrásai voltak, hogy a piac milyen arányba megy, tehát tőlünk független dolgok. 8%-ban függött attól, hogy mennyi információ volt elérhető, és ezt hogyan tudtuk feldolgozni. Több mint a fele a sikernek, 53%, azon múlott, hogy megfelelő módon hoztuk-e a döntéseket. Vagyis, hogy ki tudtuk-e szűrni azokat a kognitív torzításokat, amik félrevezetik a legokosabb, legjó indulatúbb vezetőket. Tehát a kérdés az, hogyan tudjuk azt elérni, hogy ezeket a torzításokat kiszűrjük. Mert mindenki szeretné kiszűrni őket. Simoni professzor, amikor ezt megkikutatta, arra jutott, hogy a körülbelül 200 fajta kognitív torzításból van 25, amelyik ténylegesen nagy hatással van a döntéshozatalra. Ő ezeket 9 csapdába csoportosította, és ez a 9 csapda az itt van felsorolva, látható képernyőn, hogy a sztorizás, hogy mindig valami sztorit kerítünk a számok közé, tehát hiába adnak nekünk számokat, az agyunkban már van valami elképzelés, és ebbe illesztjük bele a számokat, ahelyett, hogy a számok alapján találnánk ki valamit. Az utánzás, imitáció, figyelem, hát kérem szépen, a Steve Jobs egy nagyon frankó vezető volt, nézd meg, hogy az Apple milyen sikeres volt, tehát bármi, amit az Apple csinált, ha ugyanazt csináljuk, az sikeres lesz. Nem így van. Nem szabad mindent ugyanúgy imitálni. Tehát egy csomó ilyen csapda bejön a döntéshozatalba, és ezek azok a csapdák, amiket ki kell szűrni. Nézzünk meg egyes specifikusan, mert ennek aztán nagy jelentősége lesz a HR szakmára nézve. Ez pedig a túlzott magabiztonság, overconfidence angolul. Na ez a csapda, ez úgy néz ki, hogy túlbecsüljük a saját képességeinket, ez az első. A kép azt mutatja, hogy ugye az USA-ban nem az emberek 80%-a, hanem 93%-a gondolja úgy, hogy az átlagtól jobb sofőr. Ugye az amerikaiak kicsit optimisták, Európában az inkább 80%. Tehát túlbecsüljük a képességeinket, túlbecsüljük azt, hogy hogyan tudunk dolgokat megtervezni. Arra gondolunk, hogy amikor valamit megadunk egy számot, akkor ott ez az úgynevezett confidence interval, hogy a plusz-minusz eltérés mennyi lehet, azt mindig kisebbnek gondoljuk, mint amennyi valóságban. Nem gondolunk arra, hogy a konkurencia ugyanúgy figyel minket, mint ahogy mi figyeljük őket, stb. Stb. És van két nagyon-nagyon fontos dolog. És itt jön majd be a HR. Ez a két torzítás, vagy csapda. Az egyik, amit úgy hívnak, hogy leadership bias, vagy action bias. Ez arról szól, hogy a legtöbb ember, amikor egy szituációval kerül szembe, és nem tudja, hogy mit csináljon, akkor valamit csinálni akar. Tehát hiába az lenne a legjobb, hogy nem csinálsz semmit, vagy hogy időt kérsz, hogy végig gondoljad, nem. Te akkor is valamit akarsz csinálni. Ez belénk van programozva. A másik pedig az, hogy feltételezzük, hogy mindent ugyanúgy kontrollálunk, mint azokat a tényezőket, amiket ténylegesen kontrollálunk.
Tehát a költségvetésünket kontrollálhatjuk, de a piaci mozgásokat nem tudjuk kontrollálni. De mégis azt gondoljuk, hogy mind a kettőt ugyanolyan mértékben kontrolláljuk. Ebben az a probléma, hogy ez az a két dolog, ami az alap- és középszintű vezetőket előre röpíti, és feljebb viszi a ranglétrán. Mert minden cég azt díjazza, hogy mennyire pozitívan állnak hozzá ezek az emberek, és mennyire akcióorientáltak. Akikben ez bele van programozva, azok fognak felfelé feljutni. Megint nagyon érdekes, a McKinsey tegnap előtt publikált egy kutatást, tehát ez nagyon-nagyon friss. És a kutatás azt mutatta, megnézték, hogy mi a legnagyobb probléma a felső vezetők körében a COVID-járvánnyal kapcsolatban. És kiderült, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy a felső vezetők alábecsülik, hogy mennyire mennyire nem tudják kontrollálni a COVID-ot. Tehát alulbecsülik ezt az egészet. Itt jön be ez a control bias. Két nappal ezelőtt jött ki. És ez a legnagyobb problémája a legtöbb felső vezetőnek, és ezért nem tudnak megfelelőképpen felkészülni arra, hogy hogyan reagáljanak a COVID által okozott hatásokra. De ahhoz, hogy eljussanak oda fentre, ahhoz kell ez a beépített torzítás. Különben nem promotálják őket. Oké, hát ha az ilyen emberek feljutnak egy bizonyos szintre, akkor most van egy probléma. Egy bizonyos szinten át kell állniuk. Tehát nem arról van szó, hogy a vezetőnek vezetni kell és döntenie kell, a vezetőnek vezetnie kell, készen kell állnia arra, hogy döntsön, de egy bizonyos szint után a vezetőnek az a felelőssége, hogy ő legyen a karmester. Nem neked kell lenni a legjobb hegedűsnek, vagy zongoristának, vagy tubásnak, vagy akárminek. Neked kell lenni a legjobb karmesternek, aki mindezt összehangolja. Tehát arról van szó, hogy föl kell építeni egy úgynevezett stratégiai döntéshozatali mechanizmus architektúrát, hogy a döntések a lehető legjobb módon történjenek meg. És ha ezt én fölállítom, akkor az a 9 csapda, amiben én beleléphetek, az automatikusan ki lesz szűrve. Erről beszél Szibonyi a könyvébe, és erre van egy megoldás, mert amikor mi a Codebreakers-nél megnéztük ki, hogy a kutatásait, akkor fogtuk, és ezt a kutatást, ezt leegyszerűsítettük 40 darab ilyen egyszerű igen-nem sablomba, ennek alapján föl lehet állítani azt, hogy na most hogyan lehet ezt az architektúrát felállítani. A megfelelő dialógus, a megfelelő különböző véleményeknek az ütköztetése, ez a megfelelő környezet, és használ a megfelelő eszközöket. Ha ezt megcsináljuk, itt vannak a kérdések, 40 darabban nagyon egyszerű kérdés, megcsináltuk, rá lehet húzni, köszönöm szépen, rendben van. Na most akkor a vezetők, a CEO, azok most már oké. Kérdés az, na mi lesz a HR-esekkel? És akkor hadd mondjam meg, hogy mik az igazi kihívások. Az első, hogyan tudjuk kiválasztani azokat az embereket, akik majd képesek lesznek ezt a lépést meglépni. A második, hogyan tudjuk belőni, hogy melyik ponton a karrierjükbe kell meglépni ezt a lépést. A harmadik, hogyan tudnak a HR-esek ebbe segíteni. A negyedik, hogyan tudja ezt behozni a szervezetbe úgy, hogy ez a DNA-vé váljon? És utána hogyan tudjuk ezt egyfolytában jól csinálni? Na ezek a kihívások, ezeket szeretném otthagyni nektek. Erre nincsenek válaszok, de hogyha valaki szeretne erről többet tudni, a Seed Business School most november 13-án indít egy ilyen 3x félnapos masterclass-t, amiben erről fogunk beszélni, kollégám Frici és én. Ott végigmegyünk minden kódoláson, meg mit, hogyan lehet csinálni. El lehet jönni, be lehet jelentkezni, földobtam a weboldalt, minket is meg lehet kérdezni, hogyha bármi kérdésetek van. Még egyszer, amiről beszéltünk, az a következő. Viselkedés alapú közgazdaságból átmegyünk a viselkedés alapú üzleti tervezésbe. 3 szinten van bekódolva az agyunk, ezekből jönnek ezek a kognitív torzítások, amik eltolják
a legokosabb ember, legjobb indulatú döntéshozatalát. Ezeket egyénileg nem lehet kiszűrni, állítani egy olyan rendszert, ami automatikusan kiszűri, erre van egy sablon, amit tudunk alkalmazni, de a HR-nek van egy különleges kihívása, hogy hogyan lehet kiválasztani a megfelelő vezetőket és rávenni őket, hogy ezt használják is. Ott az e-mail cím, ott a weboldal, hívjatok, köszönöm szépen, ez egy ízelítő volt, nem tudok mindenről mindenbe belemenni, így is azt hiszem, felhasználtuk az időt. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszontlátásra!